A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, augusztus 6-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy érdekfeszítő előadásról számolunk be, a Rádiótelep 80 éves történetéről, majd ellátogatunk a Harmonia Albensis templomi koncertsorozat előadására. Ezt követően egy korszakos musical, a Gyöngyhajú lány legendáját ismerhetik meg, végül pedig a Hungarikum együttes és a Kollár Clemens zenekar koncertje következik. Tartsanak velünk! Egy a Rádiótelep előadásával indult útjára az öreghegyi plébánia nyári programsorozata Demeter Zsófia a Rádiótelep múltjával ismertette meg a hallgatóságot. Új közösségi programsorozattal várja az érdeklődőket az öreghegyi plébánia közösségi háza. Szerdán Demeter Zsófia történész előadásában a 2004-ben megszűnt székesfehérvári Rádiótelep 80 éves történetéről mesélt a hallgatóságnak. Az előadásban a vendégek teljes képet kaphattak a Rádiótelep működéséről, azokról a történésekről, amelyek meghatározták a teljes Kárpát-medencei magyarság életét. A rádió táviratozás számára volt ez nagyon jelentős, hiszen amit itt 1924-ben elkezdtek üzemeltetni, 22-től 24-ig, tehát vigoros gyorsasággal fölépült, az nagyon sokáig egész kelet, természetesen Magyarországnak, és egész kelet, Közép-Kelet-Európának is a rádió távirat ügyeit intézte. Tehát ez nem rádió volt, bár rádiótelepnek neveztük, hanem a táviratozásnak volt a központja. Ugye adóról van szó, hát adóhoz vevő is tartozik, és Tárnokon volt a vevőállomása. Tehát ami bejött Magyarországra, és Magyarország továbbította Közép-Kelet-Európa felé, tehát ami bejött ebbe a nagy régióba, távirat az Fehérvár Tárnokra érkezett, és ami kiment, az Fehérvárról ment ki. Az előadáson túl mikor vehetjük kézbe ezt a tanulmányt, hiszen azt hiszem, hogy ez fontos történet. A tanulmány jelentem elkészült, és az Alba régiában megjelent sok képpel, mert hogy olyan jó helyzet van, hogy a rádió vezetői, a rádiótelep, a fehérvári rádiótelep vezetői között, ha felsorolom őket mind a hányat, nagyon neves kommunikációs szakemberek voltak természetesen, és egyikük, Círják Gyula, már nyugdíjazása után innen elhelyezték Szabadiba, aztán nyugdíjazása után visszatért, és Fehérváron utána mint fotós tevékenykedett. Ő volt talán az egyetlen olyan postatiszt, magasrangú postatiszt, mert hisz ez az egység a postához tartozott, aki nyugdíjazása után is 20 éves munkálkodásáért kapott jutalmat. Na de az alatt a 20 év alatt be is szerezte, és készítette is a fotókat, úgyhogy nagyon komolyan dokumentált dolog a fehérvári rádiótelep. És hát, hogy befejezzük a történetet, hogy egyszer csak elérkezett, nem is sokára, már az 1930-as években elérkezett, pontosan 33-ban az az időpont, amikor nem csak távirat indult innen, hanem hang is, csak hogy még nem a rádiónak a hangját továbbította, hanem a külföldre szakadt magyarokat érdeklő híreket továbbították. Ugye utána vagyunk az első világháborúnak, a trianoni békediktátumnak, ugye nagy tömegek költöztek el Magyarországról, vagy maradtak a magyar határokon kívül, és őket is a magyar hírekkel kellett ellátni. A hírek akkor a sporthíreket, a tőzsdehíreket, a galoppot, ilyesmit, ami akkor fontos volt, azt továbbították, és a hírek mondása közben hát hanglemezeket játszottak, tehát önálló műsort készítettek erre a célra. Ezt könnyű belátni,
hogy a II. Világháború után is volt ennek nagyon nagy szerepe, hiszen a Kossuth Rádió műsorát, most itt röviden mondom, hogy az egyes adás 49-től Kossuth Rádióként működött, a Kossuth Rádió műsorát muszáj volt erősíteni. Pontosan azért, hogy a határon kívül maradt magyarok is foghassák, hiszen mindenki azt akarta, hogy ne foghassák. Tehát ezért aztán nagyon nagy szerepe volt a fehérvári adónak abban is, hogy ezt a közszolgálati műsort erősítette, illetve a kettes adás, az a Petőfi rádió műsorát is innen erősítették. Ez is tulajdonképpen a magyarság összetartásának egy nagyon fontos példája volt, de ekkor már a Magyar Rádió műsorát közvetítették. Folytatódott a Harmonia Albensis templomi koncertsorozat, az evangélikus templom vendégei Teleki Miklós orgonaművész és Nagy Eleonóra trombita művész voltak. A Harmonia Albensis 2024 harmadik estje az evangélikus templomban hagyományosan a hangszerek királynőjét, az orgonát állította a középpontba. A koncert programját az olasz és a német barokkzene nagymestereinek művei alkották. Antonio Vivaldik ragyogó kéthegedűs versenyművének Johann Sebastian Bach által készített brilliáns átirata csendült fel, emellett Philipp Telemann 1728-ban publikált 12 hősi indulója, illetve Albinoni áradó dallamaiban gyönyörködhetett a közönség. Örültem a meghívásnak, és utána már a meghívásból következett, hogy a szimfonikus zenekar vezetősége jelölte ki kamarapartneremet, Nagy Eleonóra trombita művészt, és a trombita, mint hangszer jellegéből következően alakult aztán kicsit a műsor. Tehát fölmerült itt kortárs műsor lehetősége és sok minden egyéb, és aztán voltak némi szubjektív körülmények is, aminek a hatására végül mi egy barokk műsort raktunk össze. Talán a trombita ebben van a legjobban otthon, az orgona is rendkívül otthon van benne. Nagy Eleonóra, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar trombita művésze számára megerősítést jelentett, hogy a templomi koncertsorozat keretében mutathatta be kivételes muzikalitását, a zeneszerzői tudás legmagasabb szintjét jelentő darabokban. Ma estén legfőképpen barokkműveket fogunk játszani Miklós partneremmel, és én Albinon és Telemann műveit fogom játszani. Nagyon fontos ez a koncertsorozat. Miként fogadta a meghívást? Nagy örömmel, abszolút. A Tamás felkért körülbelül 2 hónappal ezelőtt a koncertsorozatra, és nagyon nagy öröm volt, hogy részt vettek ezen. A Harmonia Albensis a Szent Sebestyén templomban megrendezett záróestje a 18. század második fele, vagyis a bécsi klasszika világi és egyházi zenéjéről ad körképet. Nagy az Úr a klasszika mesterei címmel, Dobszai Péter vezényletével az Alba Régia Szimfonikus Zenekar partnerei, Zemlényi Eszter, Balog Eszter, Csapó József és Neubauer Lóránt énekművészek, illetve a Vox Mirabilis kamarakórus és az Ars Musica kórus lesznek. Nagy sikerre mutatták be a Górzium régészeti parkban a Gyöngyhajú Lány musicalt, a darab a legendás Omega együttes dalaival egy fiatal lány életének kulcs pillanatait mutatja be. Tászon a Górzium régészeti parkban teltház előtt mutatták be a Gyöngyhajú Lány balladáját, az Omega musicalt, amely megszületése 2016 óta egy kultikus darab, egy ízig-vérig mai történet, a legendás zenekar szakrális örökségének része, dalba és táncba öltöztetve. Megint egy nagy volumenű musicallel tudunk jelentkezni, hisz még Ficenő által létrehozott színháztérbehez egy pár évvel ezelőtt teljes színpadtechnikát tudtunk egy pályázati úton beszerezni, és hát minden évben igyekszünk egy nagy léptékű színházi előadást, musicalt, vagy esetleg egy koncertet megszervezni. Idén a Omega musicallel tudunk jelentkezni, és hát nem csak ez az egy alkalom lesz, amikor a színpad használatban lesz. Még 2 műsorunk lesz a idei évben, amiről majd persze
alkalomattán, de most tényleg az Omega Musical a legfontosabb. Ami nagy érdekessége azon túl, hogy az Experience adja a táncosokat, hogy Kobor Jánosnak a lánya adja az egyik címszerepet. Nagyon fontos számunkra az Omega, én azt mondom, az én korosztályom fél évszázaddal ezelőtt és azóta is Omega rajongó nyilvánvaló, és a darabról, ha tudjuk, hogy 2016-ban milyen fantasztikus sikert ért el, az év legjobb hasonló műsora lett, azt hiszem, hogy ez megerősítés számotokra, hogy elfogadták a meghívást. Igen, ez egy hosszú tárgyalás volt, és hát igen, majdnem két évnyi tárgyalás után sikerült elérni ezt a mai napot, hogy végre itt vannak. És hát örömmel várjuk. A darab menedzsere Vona Tibor számára megerősítést jelent, hogy már 8 esztendeje járva az országot mindenütt nagy sikert aratnak, amely nem lehet véletlen, hiszen a Gyöngyhajú lány balladája már megszületésének évében az év zenés tánc előadása elismeréssel büszkélkedhetett, köszönhetően az Experience zseniális koreográfiájának is. Két évvel ezelőtt kezdtünk el egyeztetni a régészeti park vezetőségével arról, csak a tavalyi évről nagyon későn jelentkeztünk be a naptárba, lemaradtunk, hogy ennek a Gyöngyhajú lány balladája musicalnek meg kéne érkezni ide. Több alternatíva volt, ugye a repertoárunk hatékészítés és produkcióról áll, ezek nagy többsége musical, de a választás a Gyöngyhajú lány balladájára esett. Megbeszéltük, hogy benne lesz Kóbor Léna, komoly garanciákat adtunk olyan személy, olyan szereplőkre, akik húzzák és viszik a darabot, és igen, hát ez 2016-ban az évzenés táncelőadása díjat kapta meg, azóta is tartja a formát. Szomorú apropó, hogy amióta Kóbor Meki és Benkő Laci, illetve Mihály Tamás eltávozott, azóta a darabnak sokkal nagyobb kuriózuma van, hogy mondta Trunkos András, nagyon kedves barátom, az a meg együttes menedzsere, ez a produkció viszi tovább az a maga életmű örökséget, és képviseli színpadon azokat az értékeket, amiket a fiúk létrehoztak annak idején. Megerősítést jelent, hogy országszerte teltház előtt megy, immáron 7 esztendeje? Hogyne, feltétlenül, természetesen ez egy nagy dicsőség. Szerintem a Covid utáni időkben még nagyobb dicsőség, a rezsibezárásos időszakok után még nagyobb dicsőség, tehát mindösszesen 16 hónapot álltunk hivatalosan bezárva, amikor nem lehetett dolgozni. Mindenki kíváncsisággal fordult a repertoár felé, hogy ezt az időszakot egy magánszínház, egy magánturné színház hogy vészeli túl, és a produkciók, a darabok hogy vészeli túl. A nézők otthon maradnak a tévéképernyők előtt, vagy visszajönnek akár szabadtér, akár beltér. Az a tapasztalat, hogy szívesen jönnek az előadásainkra. Mindenhol álló vastapssal szokott zárulni az előadás. Remélem, hogy itt Gorsziumban is itt lesz. Egyébként egy nagyon korrekt kiszolgálást kaptunk, tehát szeretném megemlíteni, hogy a régészeti park vezetősége, akár a kommunikációt nézem, akár a technikai és működési körülményeket, mindenben vérprofesszionális. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ez az első együttműködés, és hát remélem viszont, hogy nem az utolsó. A felhangzó dalok a közönség számára olyan emlékképeket hordoznak, amelyek Kóbor János, Benkő László vagy éppenséggel Mihály Tamás fantasztikus zenei érzékét idézik meg, és bár ők nem lehetnek már velünk, de az üzenetük fél évszázad után is hiteles. Kóbor Léna számára az emlékezés misztériuma mellett tehetségének kibontakoztatása is fontos. Most van egy éve, hogy játszom a Gyöngyhajú lány balladáját, úgyhogy azért most már úgy bele tanultam, hogy hogyan kell ezt a szerepet játszani. Eleinte nyilván nagyon izgultam, hogy júj, hogy fogom tudni ilyen hamar megtanulni, meg hogy milyen nehéz lesz apukám dalait énekelni, de mostanra már teljesen át tudom érezni, és 100%-ot nyújtani a nézőknek. Nyilván nagyon sokat segít, hogy azért a fiatal korod ellenére azért ott voltál abban az időszakban, amikor az Omega, ha úgy tetszik, a harmadik szárnyalását élte. Milyen gondolataid vannak az Omega dalokról, hiszen te benne élsz most is? Meg szerintem születésem óta benne élek, mert nyilván azokon nőttem fel, szóval mindegyiket kívülről fújom, és mindegyiknek tudom a szövegét, úgyhogy nagyon otthonosnak érzem, hogy ezeket a dalokat énekelhetem. Milyen az a csapat, ami körülvesz itt?
Fantasztikus, tényleg imádok mindenkit, mindenki segítőkész, meg lehet mindenkire számítani. Na, szóval mindenkire lehet számítani, és remekül tudunk együtt működni Sánta Lacival is, meg Kósrékával, meg Luxadámmal, mindenkivel. Az megerősítést jelent, hogy az országjáró turnékon mindenütt nagy siker övezi ezt a darabot? Igen, fantasztikus érzés, amikor állva tapsolnak, meg a dalok, meg miközben megy az előadás, akkor is a dalok után mindig jó sokáig tapsolnak, és ez egy fantasztikus visszajelzés. Kósréka nem titkoltan komoly kihívásként éli meg a nagy sikerű darab országjárását. Azért ez nagyon nagy divat mostanában, hogy zenekarok híres dalaiból musicaleket hát kvázi kreálnak, és ez nagyon-nagyon-nagyon sikeres ez a műfaj mostanában. Nem mondom a többi ilyen musicalt, mert most erről van szó, ugye a Gyöngyhajú lányról. Ugye ez már egy jó régóta bemutattuk ezt a musicalt, és nagyon boldog voltam, hogy ezt az ikonikus dalt pont énekelhetem, és nagyon-nagyon tetszett a történet is, különösen az, hogy ez a két szülő, ugye hát én az anyuka vagyok, ez a két szülő, hogy amilyen fejlődésen ők keresztül mennek, ugyan picit idősebb a lányom, mint a Kriszának, ugye a darabbéli lányomnak a jelenlegi kora, de amikor még bemutattuk, akkor még éppen így az elején voltam én is annak, hogy szembesüljek a lányomnak ezzel a fajta élet ciklusával kvázi, amit ő éppen játszik, úgyhogy nekem mindenképpen mindig egy utazásra, hogy itt telnek az évek, és éppen mindig úgy változik, hogy éppen én is melyik élet szakaszomban vagyok, és szóval nagyon-nagyon izgalmas. Jó hír, hogy ebben az esztendőben még két szabadtéri előadással várja a régészeti park az emés műfaj barátait. Népdalfeldolgozások, istenes énekek, vers megzenésítés várta a népzenekedvelőket. A Hungarikum együttes adott klubkoncertet csütörtökön este a Hímerház gesztenyés udvarában. Az akusztikus zene és hangszerelés él, ez minket is újra életre kelt, vallja a Hungarikum együttes mindkét tagja. Igaz volt ez rájuk csütörtökön este is, amikor a gesztenyés udvarban örvendeztették meg a nagy létszámú közönséget kiváló művészetükkel. Kremnicki Géza és Takács Mudris Anett népdalokat, egyedi dallamvilágot, különleges hangulatot hozott el nekünk klubkoncertjük keretében. A két művészt a kezdetekről és közös munkájukról is kérdeztük. Nem mi magunk vagyunk a Hungarikum, hanem azok a népdalok, amelyeket szeretünk feldolgozni, azok a Hungarikumok, és mi megpróbáljuk egy kicsit meg fiatalítani, felfrissíteni azokat. Általában sokak tetszésére, még a hagyományosnak mondott népzenét játszók még egy kicsit néha ferdeszemmel tekintenek ezekre a feldolgozásokat, de én nekem egy válaszom van erre, hogy ezek feldolgozások, és Bartók Béla, aki zongorára dolgozott át fel népdalokat, hogyha ő ezt megtehette, tehát mi a kisinnasok csak felszálltunk arra a vonatra, amelyre a jegyet ők, a nagyok váltották meg. Még mielőtt rátérünk a mai repertoárra egyebek mellett, azért beszélj kicsit nekem kérlek arról, hogy bár eltelt már néhány év, de többek között Fehérvárról is készítettetek egy fantasztikus klippet, és van egy fantasztikus dalotok. Erre hogyan emlékeztek vissza, mert most megint a fehérvári közönség figyel bennünket, és én azt gondolom, emellett nem mehetünk. Hát ebben a melegben nehéz bármi szép és jót mondani, de ha megpróbálok visszaemlékezni, hát nagyon nagy öröm volt, először a dal készült el, utána évekkel később a klip, és hát a dalt is játszottuk, és a Tornyi Gábor atya vitte be ezt a számot, ezt a dalt az önkormányzathoz, és ő mutatta meg, hogy hát gyerekek, van itt valami, mert oda kéne figyelni. Mi nem értünk a reklámhoz, mi csak csináljuk szándékaink szerint kellő alázattal a dolgunkat, a dolgainkat, és hát előbb-utóbb vagy felfigyel ránk valaki, vagy nem, hát ez nyilván egyre nehezebb,
nyilván a Covid, amelyre nagyon sokan hivatkoznak joggal, meg hát a mai világ, amikor elviszik a különböző médiumok az embereket térben és időben, lélekben, hát idejük már nincs, sokan elköltöztek a városból, és nehéz közönséget találni. Azt gondoljuk, hogy ha valaki szerényen és kellő alázattal végzi a dolgát, és igyekszik azt jól tenni, akkor előbb-utóbb annak ilyen körülmények dacára is meg lesz a közönsége. A végére hagytam, kérlek mesélj egy-egy mondatban Anettról és rólad, hogyha a honlapra felmegyünk, már akkor láthatjuk a két idézetből, hogy ti mennyire nagyon egy húron vagytok. Igen, hát két különböző típusú, és akkor még beállítottságú, más beállítottságú ember felfedezte egymásban azokat a kapcsolódási pontokat, amelyekkel létrehozható egy olyan szellemi érték, hogy azt érdemes kibontani, és aztán elkezdtünk erre figyelni. Én megtalálom az Anettban azt, amit én szeretek benne, ő megtalálja bennem azt, amit én szeretek, és ezt a két, tegyük fel, hogy jó tulajdonságot egyesítjük a Hungarikum együttesben. Ezeket a tulajdonságokat mindig a közös együttműködésre fordítják az együttes tagjai. Én nagyon szeretek a Gézával közösen dolgozni. Igazából barátságon alapul a mi közös munkánk. Szerintem máshogy nem is lehet megformálni a dalokat. Időt szánunk rá, együtt vagyunk, együtt eszünk, beszélgetünk, igazából mindenről is tudunk beszélgetni, és hát a legnagyobb egyetértésben, megértésben születnek igazából a dalok. A klubkoncerten népdalfeldolgozások, istenes énekek, vers megzenésítés várta a zenekedvelőket. A Kollár Klemenc kamarazenekar volt az Emlékparki nyár vendége Pákozdon. Az új utakat kereső formáció a Folyó című albumának dalait hozta el Pákozdra. Folytatódott az Emlékparki nyár, és immár a programsorozat otthonában Pákozdon egy egészen kivételes egyedi hangulatú koncertnek lehettek tanulni a zenebarátok szombaton este. Az ingyenesen látogatható koncertek különleges zenei csemegék sorát fűzik fel, ahol a katonazene kedvelői épp úgy megtalálják a kedvükre való programot, mint a klasszikus, a népzene vagy a mai kor ihlette zenéjé. Ahogy papíron ütál a tinta, ahogy lassan lendül a hinta, szerettem belé, ahogy senkibe soha mű, ahogy lassan kinyitja szilmait a virág, ahogy lassan kapcsolódnak fel az utca fényei, úgy szerettem belé. Az Emlékparki nyár idején 12. évadát ünnepli. A katonakultúra népszerűsítése mellett fontosnak tartjuk azt, hogy olyan előadókat hívjunk el a nemzeti emlékhelyre, akikre kíváncsiak az érdeklődők, és ezzel is emelhetik az Emlékpark népszerűségét. A Folyó a Kollár Klemenc kamarazenekar sorrendben 5. albuma, tudatos folytatása annak a mélyre hatoló munkának, amit a dalszerző Kollár Klemenc László az irodalomban is és a zenében is következetesen visz, és vezeti vissza a közönséget abba a lenyűgöző világba, ahonnan minden folyó ered. Élelben vagy
Koller Klemenc kamarazenekarnak az előadását tekinthetik meg a látogatók. A Folyó című koncertet hallgathatjuk meg. Ugye az ön zeneiségék nagyon különleges, irodalom, vers összefűzése várja az érdeklődőket itt nálunk. A közönség megtapasztalhatta, hogy a zenekar klasszikus zenét, népzenét, világzenét játszó tagjai az évek során maximálisan kapcsolódnak az állandóan új utakat kereső zenekarvezető Koller Klemenc László egyedi világához, amely világ a magyar kultúra sokszínűségét hordozza, határok nélkül. Ahogy tiszta, tavad a márna, ahogy szelíd szavakat, kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.